Országos rekordot döntött a felvételt nyert hallgatók számának emelkedése a Nyíregyházi Egyetemen. Az összesített adatok alapján tavalyhoz képest 86%-kal többen kezdhetik itt a tanévet szeptembertől. Az intézmény rektora szerint a kampusz vonzereje, a város és a térség munkaerőpiaci jövőképe is hozzájárult az intézmény sikeréhez. Jelenleg az egyetem agrár, gazdaságtudományi, műszaki és óvodapedagógus képzései a legnépszerűbbek. Fontos változások is kezdődtek idén a felvételi rendszerben. A felsőoktatási intézmények ugyanis saját hatáskörben dönthettek a minimum ponthatárok meghúzásánál. Országosan a gazdaságtudományi képzéseknek a dominanciája, informatika, a gazdaságtudomány, a pedagógus képzés és a műszaki agrárképzés is dinamikusan nőtt az előző évekhez képest. Esetenként megdöbbentő, tehát a kollégákat, az ebben élő és ezért dolgozó kollégákat is meglepte a siker. Ez annyiban érdekes, hogy nagyon vigyáztunk a lehető legjobb minőség, amit a kancellárasszony is említett a sajtótájékoztatón, ugye, hogy egy patika mérlegen kell a kapacitások, kínálat, kereslet, finanszírozás függvényében megtalálni az optimumot, és nagyon jó pontszámokkal kerültek be hallgatók, tehát nem kellett engedményeket tennünk ahhoz, hogy ezt a létszámot elérjük. Fontos, hogy akik nem nyertek felvételt, vagy nem jelentkeztek egyetlen felsőoktatási intézménybe se, péntektől pótfelvételi eljárás keretében tehetik meg ezt. Itt azonban már csak egyetlen intézmény, egyetlen képzését jelölhetik meg az érdeklődők. Azért nagyon fontos határidő az augusztus 6-a éjfél, hiszen ezen időpontig van lehetőség a dokumentumok feltöltésére. Tehát ebben az eljárásban hiánypótlásra nincsen lehetőség, tehát mindenféle dokumentumot, többletpontot igazoló dokumentumot, nyelvvizsgát csak és kizárólag ezen időpontig tudnak feltölteni az a felvételi rendszerbe. A már diplomával rendelkezők szakirányú továbbképzésekre is jelentkezhetnek szeptember 1-jéig. Az is elhangzott, a kollégiumokba jelentkezők száma egyelőre nem ismert, de a megnövekedett hallgatószám mellett is minden igénylőnek tud majd férőhelyet biztosítani a kampusz.